Boldog hétfőt! Szevasztok, srácok! Üdvözlök mindenkinek! Hétfőt. Nagyon boldog hétfőt kívánok! Várj egy kicsit! Megint csináltam lyukat, nézd! Fú, én meg elaludtam. Á, mindegy, hagyjuk. Hogy májad, most már el kell menni fodrászhoz, most már lehet. True. Igazad van. Most már lehet. Janival éppen arról beszélgettünk, hogy milyen király az, hogy megnyitom a tableten a Twitch applikációt, és ugye mielőtt belépnék, hogy chat, meg minden, hogy nézzem nemes személyeteket itt a chatben, bejön a browse page, érted? És akkor azonnal elé tárul egy livestream, aminek a borítóképén ugye egy pillanat van a livestreamből, amin egy fürdőruhás hölgy egy felfújható medencében, a nappaliban egy felfújható banánon lovagol. És így nézed, így, persze azt nem tudjuk, hogy lovagol, mert nem nyomtunk rá. Hát rajta lehet, csak ült. Meg. Igen, és akkor tudod, hogy ősz, hogy... Még itt ülünk az asztalnál. Mi meg itt basszus, jó reggel. Az, mind... hogy vannak emberek, akiknek az inger küszöbét nem üti keresztül az, hogy itt ülünk az asztalnál, azon nem csodálkozunk. Az, aki meg egyből rávágta a nevet, aznak meg jó kézkrémet kívánunk. Meg. Na, ez az igazi. Ő legalább képben van. Hát hogy ne lenne képben? Másnak is ajánlja. De miért vajon? Ő is benne van a képben, mert eleget donételt. Igen. Azt mondják, hogy ez megjelenik a streambe, aki eleget donétál nálunk. Persze. Na mindegy is. Szevasztok, srácok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Jó reggelt! Fantasztikus hétfő reggel van. Beköszöntött a jó idő holnapig. És, ja igen, aztán megint hideg lesz. Mindenki szedje elő az esőkabátot. És a többi, mert... valahol havazni is fog. Mi? Ez hülyeség? Kizárt? Ki van zárva? Az április közepén már nem ár. Szóljon már valakire az időnek. Most egy egész hosszú podcastet néztem Brian Greennel, úgyhogy rájöttem arra, hogy gyakorlatilag a kvantumkötődésekről beszéltek benne nagyon-nagyon sokáig, és ugye a Many Worlds Theory, tehát hogy több párhuzamos univerzum, vagy hát végtelen párhuzamos univerzum van, amiben ugye a saját életünk millió verziója, végtelen verzió látható, és rájöttem arra, hogy szerintem ez az elmúlt lassan másfél év, ez igazából nem a valóság, csak ablakot engedett, tudod, az alternatív dimenziókba, ahol tavasszal havazik. Lehetséges, ez amúgy nagyon gyanús nekem. Igen, szóval elég durva cucc. Én mondom, nem feltétlenül hiszek a Many Worlds teóriában, de lassan talán meggyőzhető vagyok. Hogy lehet, hogy ez egy másik dimenzió lett valahogy, valahol útközben, tudod? Lehet. Egyszer jöttünk repülővel valahol. És tudod, így átmentünk egy ilyen lyukon. Igen. Csak pont aludtál. És se vettem. Én meg azt hittem, hogy turbulencia. Vagy valami. Valami. Nagyon durva. Nem azért ritka, én nem is emlékszem, hogy áprilisban havazik. Nem. Valakon, akivel beszéltem, és azt mondta, hogy szerinte volt már ilyen, de ő mondjuk egy olyan srác, akit nem lehet meglepni semmivel. Mert lehetséges, hogy mondjuk valahol a hegyekben. Ja, jó, az nyilván. De mondjuk itt nálunk, én most arról beszélek. Itt, nem. Én továbbra is a 2015-ös. Ötös? A márciusi havazásra emlékszem, ja, igen, augusztustalan egy havazásra emlékszem, nem tudom, hogy 15-e, szerintem még korábban. Korábbi, azt szerintem. Korábbi, ja. Korábbi, bőven korábbi, igen. 12-es, nem is tudom, nem emlékszem. És akkor március 15-én volt az a nagyon nagy havazás, meg talán húsvét környékén, de áprilisra nem nagyon emlékszem. Bár biztos, hogy volt ilyen, tudod, mert tehát a világról azt tudjuk, hogy elég régóta létezik már civilizált formában ahhoz, hogy már minden megtörtént. Csak, ja, persze. Csak még nem tudjuk. Ez olyan szép. 10 éve május 1-én is havazott. Na, igen. 10 éve május 1-én is havazott? Erre nem emlékszem. Bárcsak lennék már 10 éves. Ugye? Akkor emlékeznék rá, hogy május 1-én havazott. Valahogy nem ugrik be, de mindegy, a lényeg azért elég ritka alkalom ez, hogy így tavasszal havazik. Igen. De... ez is előfordul. Igen. Azt tudjuk, hogy már csak egy hét van hátra, és újra indul a suli. Jaj, igen. Legalábbis az általános iskola. Igen. És na mindegy, ez tény, hogy újra indul, és pörög. Elméletleg 19-e volt a nyitási terve erre, és akkor a középsuli az meg május. Hát, vagy szerintem már ki se fog nyitni amúgy, de igen, május elvileg. Én úgy tudom, hogy május. Az amúgy, igen, csak már mondták, hogy most minden menjünk be 2 hétre, jogos egyébként. Május 10, igen, az a középiskola, ja. És az általános meg majd most lesz, meg mit tudom én. Úgyhogy valami ilyesmi, úgyhogy a suli is kezdődik, ez ugye nyilván nálunk is változásokat fog okozni. Meglátjuk, hogy milyen irányban történik a változás. Hogy elkezdődik az iskola? Ja, nem tudom, de hát úgyis jön a nyári szünet, szóltak mindenki. Ja, ez...
Ez igaz. Ebben nem gondoltam vele, Pisti, csak néhány hétig nem. Ez igaz. Ez csak néhány hét. Jogos, jogos. Bár lehet, hogy ennyi idő alatt azért sikerült meggyőznünk az általános iskolás nézőinket, akikből egyébként nagyon kevés van a többiekhez arányulva. Igen. Viszont ők, tehát azt kell megértsétek, hogy viszonylag kevés ilyen kiskorú néz minket, uh-huh. De ők nagyon szeretnek kommentelni, megsetelni. Meg nagyon szeretnek minket. És azok, akik idősebbek, ők többen vannak, de nem szeretnek csetelni. És ez egy ilyen furcsa képet vet a chatben, úgyhogy ne ítéljetek ez alapján elsősorban, de lehet, hogy sikerült őket meggyőzzük arról, hogy ez a 8.30, ez az iskolának még korai. Hát nehéz. Le kell nézni a happy hour, és utána lehet sorba menni. Igen. Ja. Ezt csináljuk, mondom, végén megbeszéljük, mi volt a házi. Vagy valami ilyesmi. Igen, igen. Igen. Hát na. Így van. Mindegy is. Ezt csak így akartam így tisztázni. Nem tudom, hogy olvastál-e híreket így a hétvégével kapcsolatban. Igen. Én nem tudom, a párhuzamos univerzumokról nem akarok beszélgetni, nem. De tudod így, pénteken így hazamentem, tudod, így felütöttem az internetet, így este, mert nem volt kedvem semmit nézni, és tudod, olvastam, hogy vírus, havazik, jövő héten, jönnek az oroszok, Amerika is jön. Itt háború lesz, tudom, minden, és így ülök, hogy tudod, én vasárnap reggel van, és még alszok. Tudod, így nem tudom, és így végigolvastam ezt, és így jó, én leszarom, engem nem érdekel, innentől kezdve mindenki megbolondult. Az biztos. De az embereknek nem sok dolga van a világon, azon kívül, hogy el kell végezniük a munkájukat, mint hogy reggel felkeljenek, benyúljanak így szépen hátra, mm-hmm. És valamelyik ujjukkal ebből a háromból megnézzék, hogy van-e lyuk a seggükön, és ha van, örülni kell neki. Ennyi az egész. Nem, ez nem elég. Ez nem elég. Hát, nem. Ez egyszerűen nem elég. Maradjunk annyiba, mert a külpolitika, a külpolitika mindig érdekes volt. Nem feltétlenül az orosz helyzetre reagálva, de ugye a hétvégén és a múlt héten is egyre több sajtó célkeresztjébe kerül Amerika, uh-huh. És az amerikai vezetés. Hát, srácok, Donald Trumpot le kellett váltani, de ez... bazd meg. Bazd meg! Tehát, és ennyit akarok mondani róla. De ez egyszerűen hihetetlen. Ez már a hihetetlenen túlmutat. Igen. Érted? Hogy így... De igen. Azt én is olvastam, hogy gyakorlatilag lassan ilyen hidegháborús helyzetek kezd kialakulni Amerika és Oroszország között. És ez csak egy dolog. Annyira nem jó a kapcsolat. Ön nem tudom, baszik, de... És ezt kibaszott sokan tudták előre. Azt elhiszem amúgy. Érted? Kanye West nem lett volna annyira hülye, bazd meg. Hát... Komolyan. Jó. Érted? Olcsóbb lett volna Easy. Olcsóbb lett volna Presidential Edition. Az viszont drágább. Megmondta volna, hát nem látod vele beszélgetéseket? Béke, szeretet, egyház. Na, ez lett volna vezér gondolat. Mindenkinek. Jó, oktatás. Ez tök jó. Ugrált is volna jót, hogy jó, akkor csak oroszok, mit csinál, hagyjad már. Béke van, ez szeretet. Szeretet na. És rap. Az lett volna, amúgy. Nem. Mert most ugye több ponton is megy a buli ott kint, úgyhogy mármint több ponton is kritizálva vannak a döntések. Uh-huh. Érdekes dolog. Én nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége, de hogy is mondjam, nagyon-nagyon sokan előrejelezték ezt a dolgot, és egyébként látható is volt, hogy ez lesz. Ezért voltak emberek, akik azt mondták, hogy kurva szar a helyzet, mert senki nem akarja tovább Donald Trumpot. Uh-huh. De ez nem jó. Csak ugye az amerikai sajtó annyira gyönyörű, mindjárt majd arról is említést teszek, uh-huh. Annyira gyönyörű, hogy ugye ki volt jelölve, hogy tehát aki Trump párti, vagy a sajtóban Trump mellé áll, az halott ember gyakorlatilag, vagy egy kapitális idióta. És onnantól kezdve, hogy Biden nem jó, az azt jelentette, hogy akkor Trump, ezért senki nem mert semmit mondani. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag most ugye azok a fajta hírek, cikkek, hogy ugye a Covid mint olyan, az a wuhani víruslaborból származik, uh-huh. Vagy véletlenül, vagy nem, most teljesen lényegtelen. Arról például most nagyon-nagyon sok, hát hogy is mondjam, beszélgetés zajlik, hogy azért nem beszélt róla a sajtó, mert ugye Trump hívta a Chinese virusnak, meg minden, és hogy rasszista dolog volt ilyet mondani, és az Trump hívja, aki ilyet mond, és egyszer nem lehetett erről megosztani semmit. Jesus. És ezek... Ez volt, tehát ez volt az oka annak, hogy erről nem beszél senki. Uh-huh. Mai napig sem. Pedig elméletileg ugye azok szerint, akik most kutakodnak ez iránt, uh-huh. Elég nagy az esély. Egyébként ebben igazatok van, Blaze City, tulajdonképpen már mindegy.
hát honnan jött teljesen. Ez a kurva vírus. Csak maradjunk annyiban, hogy a régi vicckönyves viccekhez kezd hasonlítani ez a helyzet, hogy, hogy Wuhanból elindult egy világvírus, ahol van egy négyes szintű víruslabor, ahol a koronavírusoknak specifikusan ezt a fajtáját fejlesztik, de nem onnan van, hanem gyanús. A piacról. Szóval ez már ilyen vicckönyves vicc, de mondom, mindenki gondol, amit akar, én is csak azt tudom, amit olvasok. Csak olyan vicckönyvesnek hangzik nekem ez, ez azért ultragagyi viccnek, hogy persze nem. Biztos nem. Szóval biztos, nem, igen. Nem ezzel kapcsolatban akartam ítélkezni, hanem egyszerűen, hogy a sajtó miért nem beszélt róla. Ja, aha. És ezért nem beszélt róla. Ezért nem beszélt róla, és ezért kellett, ugye mindenki cáfolja az összes sajtó, meg minden, mert ugye nem állunk a Trump mellé. A WHO cáfolta? Hát a WHO nagyon sok mindent cáfol. Igen, a WHO nagyon sok mindent cáfol, mert ugye... Jött ugye a szépen megfésülködött barna öltönyös Mr. Kína, és mondta, hogy hogy do you like money? Szóval azt hagyjuk inkább. A WHO-t azt hagyjuk. Láttuk, hogy milyen jól kommunikálták a koronavírus helyzetet a vírus járvány elején. Igen, elején. Már amennyire a január vége elejének számít. Hát igen. Még akkor is azt mondták, ez hogy igaz. Nincsen, ez az hülyeség. Végig tagadtak mindent. Igen. Hagyjuk. Igen. Na mindegy is. Hagyjuk ezt a témát, mert már mint magát az amerikai kormányzást, meg főleg a WHO-t, kíváncsi vagyok, milyen változások lesznek ilyen szinten, de minden esetre katasztrófa, ami most ott zajlik. Hát igen, ez az ukrán-orosz helyzet, ez amúgy az meg a másik, ez tényleg borzasztó, ami ott megy. Én megmondom őszintén, hogy én nem, tehát nem foglalkoztam így vele, és az tudom, hogy nem először van ez. Nem. De figyelj más, tényleg nem vágom. Ez most megint a Krím, meg az a térség? Én úgy tudom, hogy igen. De én sem nagyon, az a baj, nem olvastam utána. De hogy mi? Hogy most ezek állandóan odaszarnak, hogy vagy mi van? De most komolyan, hogy most az Ukrajnának itt feszítget Oroszország. Hát elfújja, mint a szar. Tehát most minek parádéznak? Nem értem. Igen, igen. Az ott... 22 megye? Ha. Aha, értem. És akkor általában hadgyakorlatoznak, mint két évvel ezelőtt, vagy mikor akkor is hadgyakorlatoztak. Igen. Jó, mondjuk ez azért annyira nem újdonság, hogy Oroszország hadgyakorlatozik, tehát így. Aha. Jó, hogy ez egy másik rész. Ez a keleti ukrán határ. Aha. A keleti? Aha. Jó. Hát szívás az egész. Az biztos, hogy ugye sorba beállnak a különböző országok. Most pont olvasom, hogy Törökország ajánlotta fel most pont tegnap, vagy tegnap előtt, hogy minden segítséget megad Ukrajnának olyan szempontból, hogy véget vessen ennek az egész konfliktus helyzetnek. Mm-hmm. Nem tudom, sokan beálltak e mögé, az biztos. Aha. Több ország. Itt többen írják, hogy olvasok el a cikket, igen, az hasznos lenne, ezért nem is akartam nagyon belemenni, de hogy azt mondjátok, hogy amiatt van főleg, hogy nem akarják, hogy belépjenek a NATO-ba. Tehát Ukrajna. Ja, aha. Igen, azt tudom, hogy több európai ország és egyben Amerika is kifejezte az aggodalmát. Mármint az európai országok kifejezték az aggodalmukat, Biden meg oda küldött két nagyon hajót, hogy... Én ezt nem értem amúgy. Two coffee with sugar, please. Hogy legyen jó. Értem. Na mindegy, érdekes egy dolog minden esetre. Fura, hogy ez így alakul. Hát nagyon remélem, hogy nem akarnak még most az elmúlt másfél évre rátenni egy pontot az íre azzal, hogy itt most elkezdjenek még lövöldözgetni is. Rohadtul remélem. Mert ez igen nagy ostobaság, de ők tudják, hogy miért csinálják. Nyilvánvalóan, hogy sokkal több minden van mögötte, mint amennyit mi megkapunk. Ja, hát persze, az a baj, hogy ebben nem látunk bele, úgyhogy nem is akarnak vélemény mondani, mert nem követtem én se, hogy pontosan mi történik. Igen. Az a baj, nem is akartam, ezért mondtam, hogy én így be is zártam mindent, hogy mondom, na jó. Tehát ezt így most engedjük el, mert az az igazság, hogy már amennyire ugye engedi a társadalom láttatni, hogy a Covid-nak milyen hatásai vannak, a gazdasági hatása a különböző országokra nem mindenki számára, tudod, egyértelmű. Uh-huh. Érted? Mert mit tudom én,
hát én balba dolgozok, tudod, amivel semmi gond nincs nyilván, bemegyek minden, ugyanolyan minden. Igen, de vannak részek, ahol nem, ja, hát és persze. Egész komoly gazdasági hatásai vannak, és lesznek, és az az igazság, hogy nem tudom, hogy most mit jelentene még valamilyen ilyen kelet-európai helyzet, még így ennek tetejében. Ráadásul ez nincs is olyan messze tőlünk. Nincs, hát nagyon nincs. Hát főleg hozzánk, igen. Igen. Nincs. Úgyhogy nem örülnék neki, hogyha most pont itt lenne duroktatás. Nem. Hogy őszinte legyek, de nem hiszem, hogy lesz egyébként, tehát azért csak sikerül kiegyezni. Én nagyon úgy remélem. Gondolom, hogy lehet, hogy rosszul gondolom, de valamilyen szinten el kellene határolódni a közel-keleten híres megoldásoktól. Hát igen. Én ezt mondanám. Még az oroszok részéről is, tehát hogy oké, elhiszem, hogy erőfitoktatás van, elhiszem, hogy hidegháborús helyzet van, az is inkább erőfitoktatás volt. Igen, mert már ott se akarták a második után, hogy na jó, inkább csak mutogassuk fényképen, hogy milyen nagy. Persze. Úgyhogy nagyon remélem, hogy valami megegyezés történik, vagy nem tudom, mi a faszom. Én nagyon remélem, én is, ja. De hát most mit erőfitoknak az oroszok? Hát igen. Jó, igen. Nagyobb hadseregük van, meg nagyobb fegyverarzenáljuk, hát hú, nagyon nagy dolog ez. Na mindegy, szóval reméljük, hogy nem lesz semmi gond. Én is reménykedem benne, mert tényleg, igen, laknak ott oroszok azon a területen egyébként, igen. Egy harmada orosz. Kelet-Ukrajnának? Igen, tehát ott az a kérdéses területnek, ha jól tudom, de javítsatok ki, mondom, mert nem olvastam, de az egyharmada talán orosz. És akkor ebből van a izé, hogy most akkor mi van. Én úgy tudom. Én úgy tudom, de javítsatok ki, mondom, mert tényleg nem olvastam utána ennek a dolognak. Uh-huh. Egyharmada. Jó, oké. Valahol még ők a többség is. Hát igen. Hát nyilván ez nem egyenletes, ez egyharmad, igen. Hát érdekes, hogy valami. Reméljük, nem lesz tényleg semmi gond. Hát ennyit tudunk csinálni, reménykedünk. Igen. Na, srácok, tapasztalat megosztási percek vannak. Nyugodtan lehet kérdezni ezzel kapcsolatban. A hét vége folyamán, így péntek és szombat így napra, Balázs és én is megkaptuk az oltás első körét. Első kör. Első cuccát. Úgyhogy erről szívesen mesélek azoknak, akiknek még nem volt része benne, hogy mégis miről van szó. Mert nem tudom, van, akik azt hiszik, hogy egy ilyen földrajz dolgozat. Én nem tudom. Vagy én nem tudom, hogy mi a tököm. De az a lényeg, hogy minket is a házi orvos keresett meg, mint olyan, tehát nem e-mailt kaptunk, mert ugye mindig egy csomó mindenkinek kérdés ez, hogy mi fog történni. Ja. Ezért gondoltam, hogy elmondom. Tehát a háziorvosunk, mindenkit a saját háziorvosa hív telefonon, kérdezi, hogy mi van. Nekem konkrétan azt kérdezték tőlem, hogy az AstraZeneca oltást, vagy a Sputnik 5 oltást szeretném kérni. Őszintén, ugye nyilván az ember olvas, és milyen érdekes, hogy bele tudja enni az agyadba magát, tudod, így a cucc. Úgyhogy mi inkább azt mondtuk, hogy inkább legyen a Sputnik verzió, mert túl sok rosszat hallottam én. Balázsnak csak az volt, neki nem volt opció, úgyhogy mi az orosz vakcina mellett döntöttünk, és akkor megkaptuk, hogy hanyas oltópontra kell mennünk, meg minden. Amúgy tök durva, mert ahogy mi mentünk, nem kellett várni igazából. Nem volt nagy sor, meg semmi ilyesmi nem volt. Én arra gondolok, hogy amikor azok a nagy sorok voltak, akkor tényleg arra mentek, hogy meglegyen a 2,5 millió. Meg akkor érkezett akkor nagyon sok. Igen, hirtelen. Igen. De valószínűleg azért is pörgették annyira. Igen, és ja igen, ez tényleg így van, mert most ez igazi fasság. Tehát azt mondjuk, V mint vakcina, nem mint 5. Na mindegy, én azt hittem 5. Gondoltam, volt már előtte 4 verzió. V. Mindegy. Lényeg. Nagyon faszán ki van táblázva, egyébként legalábbis itt nálunk az oltópontnál, hogy merre kell menni, így végig van érzed matricázva a folyosó, tehát tényleg egy gyökér is eltalál oda, de emellett még dugig van katonával az egész, akik egyébként segítenek, és méretükhöz, testkidolgozásukhoz képest nagyon-nagyon kedvesek. Na. Tehát mindenki nagyon-nagyon rendes. Én nem tudom, én azt tapasztaltam, de egyébként egy csomó helyen ezt olvastam, hogy az oltópontok egy nagy részén amikről posztoltak, tényleg mindenki nagyon kedves, nővérek is nagyon kedvesek voltak, doki is nagyon kedves volt. Úgyhogy nekem nem volt igazából negatív tapasztalatom. Szerintem összesen, mit tudom én, másfél perc volt az egész, utána meg 15 percig
volt egy ilyen megfigyelés, ami annyi, hogy egy ilyen külön szobában ott ülsz, uh-huh. és akkor 15 perc múlva rád néznek, hogy minden rendben van-e, meg hogy nem-e vagy rosszul. Én megkérdeztem egy pár dolgot ott a nővérektől, csak azért, hogy tudjak nektek is mondani dolgokat. Megkérdeztem, hogy az, aki attól fél, hogy valamilyen baja lesz az oltástól, nem a mellékhatásokat tekintve, és nem a hosszú távon, nem tudom mit, mert azt ugye nem tudjuk, hogy azok mikor várhatók, vagy hogy, és ott azt mondták, hogy akinek valamilyen allergiás reakciót, vagy valamilyen komoly problémát aha. okoz bármelyik vakcina, az kijön szinte egyből. Na. Tehát, hogy így az a megfigyelés részben ott azonnal, tehát annak jelentkeznie kell. A mellékhatások azok emberenként változnak, immunrendszer függő, nem tudom, hogy mint lehet ezt nézni, mindjárt mesélek arról is. Azt tudom, hogy van olyan oltópont, ahol vérnyomást is mérnek, előtte uh-huh. és utána, arra, hogy változik ott valami cucc, vagy nem uh-huh. tudom. Nálunk csak hőt mértek, meg kaptunk kézfertőtlenítőt. Meg ilyenek. Úgyhogy 15 perc után már lehetett is elpályázni. Mellékhatások. Hát nem tudom, Balázs szarabbul le testére, de reggelre nem volt semmi baja. Nekem nem volt igazából így bajom. Ennyi. Ja igen, ezt ennek utána olvastam, hogy van, aki szerint mellékhatás az, hogy érzed itt. Úristen. Hát mellékhatás, megszúrtak. Azok. Ez a kauzalitás fantasztikus művészete. Tehát megszúrtak, úgyhogy érzed, igen. Ennyi. Ezt ennyi. A hülyeséget. De egyébként én így nagyon negatívat nem tudok mondani. Van, akinél lázasodás is előfordul, stb. Hát én ezen azért nem lepődök nagyon meg, mert tudjátok, most a gyerek most múlt 1 éves, jó sok oltáson túl van, neki is volt olyan, ami után nem volt semmi, volt olyan, ami után volt láz, tehát így... Hát igen, ez úgyhogy ennyi. Random. Ennyi volt igazából a tapasztalat. Mm. Majd 3 hét múlva kell menni a másodikra. Uh-huh. Kaptunk egy papírt, mikor végeztünk, ami rajta van, hogy mikor kell menni, és melyik oltópontra. Nagyon fasza. De egyébként azt mondták, hogy hív a háziorvos azzal kapcsolatban is, hogy mi van. Úgyhogy ennyit tudok erre mondani. Egyébként még annyi ilyen kiegészítést hozzátennék, igen? hogy most a családban előfordult, és ez most tök új, hogy a háziorvos ír e-mailt, és felméri, hogy melyik oltásra mennél előre, mielőtt felhívna. És akkor úgy be tud sorolni. Jó, szóval, azt is nézzétek az e-maileteket, mert lehet, hogy valaki odaküld egy ilyen kis felmérőt, hogy melyik oltásra szeretnéd magadat beoltatni, és akkor amikor az adott oltás lesz, akkor szólna. Igen. Ilyen igen. is van, ja. Egyébként tehát a háziorvos válogatja. Én most például tudok olyan háziorvosról, nem mondok se nevet, se térséget. Uh-huh. Tudok olyan háziorvosról, aki fogta magát, és visszaküldte az összes AstraZeneca vakcinát, mert azt mondta, hogy ez a szarral nem volt, mert állandóan mindenkinek sír a szája. Aha. Ennyi. Hát na. Azt visszaküldte az összeset. Mert ilyen is van. Tehát csak hogy tudjátok, hogy háziorvosonként ez totál változik, hogy kinek mi a véleménye. Van olyan, tehát engem továbbra is ez zavar egyébként, srácok, amit már említettünk nagyon sokszor itt a HH-ba, és tényleg ez basz fel, hogy a kommunikáció annyira zavaros. Nem a lefolyással kapcsolatban, mert mondom, szerintem minden izé nélkül az egész rendszer, amit kitaláltak, zökkenőmentes, tehát mondom, nekem nem volt semmi gondom vele. Ha bekötötték volna a szemvizsgálatot, akkor szerintem ahova kell, meg megcsinálnak mindent. De az, hogy a kommunikáció annyira szar, tehát hogy nekem van ismerősöm, aki mondja, hogy tehát mit tudom, én beszélek háziorvossal, érted, és kérdezem tőle, hogy figyelj már, van valamelyik vakcina, amire azt mondod, hogy nem. Nem. Mondta, hogy mindig nagyon jó, meg nyomjad meg faszom. Persze. Háziorvos. Haver mondja, hogy szülei megkérdezték a háziorvost, hogy szerintük a kínai vakcinát adassa el be. Azt mondták, hogy szerintem nem. És tudod, ilyenkor oké, Jani, oké. Mm-hmm. De annyira oda mennék. Érted? És így leülnék vele, hogy de mondd már meg, hogy miért. Tehát, hogy tudsz valamit. Persze. Tehát, hogy de most komolyan, mert ha tudsz, mondjad, bazd meg! Szerintem ők is csak a médiából tájékozódnak. Jogos, de az biztos, hogy egy büdös pofont oda kennék, bazd meg, hogyha az lenne a vége, hogy szerintem. Tehát, hogy, mi a faszom van? Tehát, hogy hülye vagy? Vagy utaztál az... Hivatalosan egyébként nem mondhatja egyikre se. Tudom, hogy nem mondhatja egyikre se, de nem az a baj, hogy mondja. Uh-huh. Mi az alapja? Mert ha van alapja, akkor mondják el másnak is. Ja, persze. Nekem persze. ez a bajom. Nekem ez a bajom, hogy miért nem kommunikálja? Tehát mi az, hogy egy háziorvos azt mondja, hogy ő azt nem ajánlja? Mert mi van? Tehát így mondja meg akkor, hogy azért nem ajánlom, mert kinő még egy faszod. Van, aki szeretné.
Hát igen, de amúgy tényleg az van, srácok, hogy igazság szerint bármelyik vakcina jobb, mint a Covid. Ez az általános kommunikáció, amit a legtöbb házi orvos mond. És egyébként ez így is van, tehát higgyétek el, hogy jobb. Igen. Na mindegy is, ez egy veszett dolog. Ez egy veszett dolog, de nem tudok mit kezdeni ezekkel a kommunikációkkal. Engem nagyon zavar, hogy nem magyarázzák meg. Érted? Hogy, mert hogyha van valamilyen információjuk, vagy pusztán az, hogy hogyan működik a vakcina, és az ő orvos véleménye az, hogy ez kevésbé hatékony, mint a többi, mondja meg! Uh-huh. Na, azt mondja, hogy nem. Hát közben az meg, fasza. Ráadásul egyébként, ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy jobb utára kellett volna olvassak, de ha jól tudom, akkor, hogyha mondjuk most kiválasztottátok az AstraZeneca-t, csak most mondok valamit, akkor jövőre nem, az újraoltásnál már nem választhatjátok ugyanazt, hanem egy másikat kell választani. Ezt nem tudom. Tehát, hogy úgymond mindenképpen, ha tényleg így lesz, hogy lesz ezek az újraoltások, tehát fél évente vagy évente, nem tudom, majd meglátjuk, akkor nem választhatjátok ugyanazt, amit elsőnek választottatok. Uh-huh. Szóval mindenképpen fogtok kapni egy másik típusút. Legalábbis én így tudom. De lehet, hogy szól tudom. Lehetséges. Na mindegy is, úgyhogy legalább az első kör az így megvan. Nyilván vannak olyanok, akik kicsit jobban utána járnak a dolgoknak. Uh-huh. Van lehetőség rá igazából, hogy tehát sokan mondják, hogy ugye nincs lehetőség arra, hogy válasz igazából, mert ugye minél hamarabb meg kell kapni, van. Uh-huh. Végül is van. A házi orvos se úgy hív fel, hogy most vagy soha, hanem mondja, hogy mi van, és hogy szeretné, de és ha nem, akkor majd szól. Ha jól tudom, akkor most jön még, vagy segítsetek, már nem vagyok biztos, mert most jön még, vagy 1 millió Pfizer, azt hiszem, vakcina most nem soká. Aha. Azt hiszem, nem hiszem, hogy a sor végére kerülsz, hogyha cancel-ölsz, bár ilyet is mondtak. Nem kerülsz a sor végére, csak szólnak, hogyha van. Mert hogyha... De ennyi az egész. Igen, Johnson & Johnson is jön, igen. Igen, úgyhogy most lesznek. Lesz, most ezt úgy értem, hogy lesz más opció. Egyébként, amit mondtam, csak hogy legyünk valamilyen szinte pontosak, ez lehetséges, hogy az mRNA-s típusú vakcináknál nem így van. Tehát, hogy ott lehet ugyanazzal oltatni magad. Viszont a többi vakcina esetén én úgy tudom, hogy úgy van, hogy nem lehet ugyanazzal. Mm-hmm. Én ezt erről mondom, erről egyáltalán nem hallottam, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi van. Szóval, akkor most jönnek új vakcinák. Hát meglátjuk. Hát ugye most a Pfizer azért se annyira elérhető az átlag emberek számára, mert a tanárokat azzal oltják. Hát igen, de ez mondjuk egy országos helyzet, érted? Na jó, de hát mindenhol az egész országban a tanárokat azzal oltják. Igen, tudom, Románia meg dobálják a kukába. Hogy még egyszer? Románia meg dobálják a kukába, ja, konkrétan. Hát most, mert ugye majdnem mindenkit Pfizerrel oltanak, és ugye azt, mikor ki van olvasztva, akkor utána ugye ott marad, mennek el, aztán hajgálják ki a kukába, tiszta vicc, de sokat, nagyon sokat, csak hát ugye ez van. Ez a helyzet, de nem jöttek be a keleti cuccok. Ja. Tehát így kinek jutott, meg mennyi, meg hogy gazdálkodott vele, meg mit tudom én. Mondom, ezzel kapcsolatban nagyon nehéz tudod meghatározni ezt, mert az orvosok is annyi mindent mondanak. Tehát, hogy így most van, aki rangsorolja a vakcinákat, és akkor van, aki... Tehát, ahogy írtátok is, van olyan, aki azt mondja, hogy Pfizer, Moderna, Sputnik és a többi. Van olyan, aki azt mondja, hogy szerinte a Sputnik is ugyanolyan jó, mint a másik kettő. Van olyan, itt írtátok, és én is hallottam, aki azt mondja, hogy kinek a vakcina legjobb. Ja, van olyan. De orvos, bazd meg! Tehát nem Julika, érted, aki olvasta a nőklapjába, hogy titokba Chinese is the best, hanem tudod, így rendesen. És így nem tudsz mit mondani. Nem tudom, de ráadásul az egészben a legzavaróbb, ez is kezd olyan lenni, mint a vitaminok egyébként. Igen. Hogy így minden nap mást olvasol. De vélemény alapú. De nem, de minden nap mást olvasol. Most egyik nap azt olvastam, hogy már lehet, hogy 3 oltás kell a kínainak, mert nem elég hatékony. Igen. Másik nap meg azt olvasod, hogy já, nagyon hatékony, nagyon jó. Igen, meg én meg olvastam olyat, nem hogy a Sputnikra mondják azt, hogy annyira baszó, hogy tulajdonképpen az első is elég. Igen. Hülyeséget olvasol. Hihetetlen, ami van. Borzasztó tényleg ez a helyzet, hogy nem lehet eldönteni, hogy pontosan mi van. Mert ugye hát sokan ezt a hatékonyságot hozzák fel, hogy ez ennyi százalékos, annyi százalékos, igen, de ez meg attól függ, hogy milyen intézet vizsgálja. Pont ma reggel olvastam, amit Balázsnak mondtam, hogy mondták, hogy az új brazil törzs nagyon veszélyes, mert a vakcinák csak 50%-ban védenek ellene. Hát fasza, hogy amúgy meg 57. Tehát így összeszűkült a segjukam, hogy úristen, jön a brazil törzs. Szóval így... Hát ja. Attól függ, melyik
tényleg intézet vizsgálja meg, és tényleg, hogyan. A, meg akármennyire is nem egy szép dolog, de ebbe is benne van szerintem sajnos a politika, meg ugye a gyógyszergyáraknak a marketingje, hát sajnos ez ilyen. De biztos vagy benne, hogy erről is szó van, hát csak van benne pénz. Nem is kevés. Ja. Hát gondolom, hogy erről is szó van, de ettől függetlenül tényleg azt, amit mondanak általában, hogy mindegyik vakcina jobb, mint a koronavírus, ez biztos. Igen, mert ugye az is egy félreértett tény, ugye, hogy feltétlenül a védettség okán kell ez. Ugye ezt kommunikálja a legtöbb vezetés, hogy ugye a védettséget úgy értik, hogy ugye a szervezet ellenállóbbá válik a vírussal szemben, és ha ténylegesen elkapod, mert elkaphatod akkor is, ha be vagy oltva, akkor enyhébb a lefolyása, és nem leszel feltétlenül életveszélyben, stb. Ezért bírom, hogy a sajtó hogy meg megosztja, hogy beoltottak, mégis elkapta a vírust. Ugye, hülye vagy, bazd meg, hát ki a faszom mondta, hogy nem tudja elkapni? És ezzel is igen, ezt írják. Igen. Most már annyira kiakadtam a hétvégén, érted, hogy már kezdtem gyújtogatni. Otthon így, nem tudom, öngyújtóval jártam, hogy gyere ide. Érted, nem tudom, hogy már megírták azt is magyar sajtó, hogy, de figyeljetek, most komolyan kíváncsi vagyok, mi a véleménye a kedves közönségnek. Tehát, megírták, bazd meg, hogy diszkriminatív a hangulat, mert akiket Sputnikkal vagy kínai vakcinával oltották be, azok alsóban nőnek érzik magukat az országban. És tudod, így olvasom a cikket, hogy... Mi van? Mi az, hogy és ki, ez ki mondta? Vagy én engem, amikor ezt olvastam, még nem oltottak be. És tudod, így... Hogy neked ez a véleményed, és azt akarod mondani, hogy ezt emberek mondták neked? Mi? Valaki rosszul érzi magát emiatt? Hogy ő csak azt kapta? Nem érzi rosszul magát. Mi? A sajtó fasságokat ír, mert azt hiszi, hogy senki nem fog fasztrakni a szájukba. De az a durva, bazdmeg, hogy iszonyat, hogy az olvasók meg beszopják. Nem hiszem el, hogy nem lehet kérdőre vonni egy ilyen sajtót. Most már komolyan. Én ezt nem is hogy értem. Ezt művelik, érted? Még valahonnan van ez az info nekik? Vagy csak így random írtak egy ilyen sztorit? Hát nem tudom. Igen, lehet, hogy egy YouTube komment volt. Hát igen, ezek alapján simán írnak egy cikket amúgy, ez nem, és nem csak rettentően felháborít, amikor nettó fasságot megírnak, és tényleg senki nem kérdezi meg őket, hogy hello, hogy ott vagy? Hogy hülye vagy, bazd meg, vagy mi bajod van? Nem tudom. Csak azért, hogy generálják ezt a kibaszott gyűlölködést, és hogy minél többen kattintsanak, meg hogy az agyhalottak kommenteljenek, érted? Ezért csinálják, és nekik ez megéri. Csak ezt mondtam 3 happy hour-el ezelőtt, vagy 4-gyel, hogy ez most már veszélyes. Érted? Mert a hülye ember, az beszopja ezeket a szarságokat, érted? Ne adj Isten nem kéri azt a lófaszt, ne adj Isten odaadja az anyjának, ne adj Isten meghal, és ez te hibád lesz. És nem hiszik el. Fú. Nem, nagyon felbasz. Nagyon-nagyon felbasz. Én most már kezdek ilyen nagyon-nagyon a peremre menni, és túlérzékeny lenni erre a dologra, mert a politikával kapcsolatban is, és most már a Covid-dal kapcsolatban is, meg amúgy egyéb dolgokkal kapcsolatban is, azt akarja a sajtó, hogy az emberek utálják egymást, mint a szart. Mert akkor van a legnagyobb kardozás a komment szekcióban. Lehet. Akkor van a legtöbb interakció. A legtöbb vigyorgó imót a nagyon szomorú híreken, a legtöbb dühös fej a nagyon jó híreken, meg attól van minél több, mert ebből lesz a sok pénzük. Komolyan mondom, tehát én azt hittem, hogy ezt már meguntuk. De nem sül le a bőr a képükről. Nem. Ez a durva. Nem zsül le, érted? De azért, mert senki nem kéri számon őket. Ez a nagy baj. Igen. Mert most már nem kell felelősségnek tartani, akármit. De most már véleményt is írnak. Mondtam a múltkor. Ja. Mert pedig az egy ilyen őslégi törvénye volt a sajtónak, hogy ezt nem írunk. Most már azt is írnak. De van Facebook. Megírják simán. Király. Na mindegy, hagyjuk is. De szóval... ha nem is írnak véleményt a cikkben, úgy osztják meg, hogy véleménnyel. Igen. Az a másik, amit szoktam. Lényeg a lényeg, úgyhogy ez így megvolt. Gondoltam, elmesélem nektek, hogy mi a helyzet, mert igazából egészen egyszerű, meg annyira nem gáz. A lényeg, hogy senki nem halt meg tőle. Még nem. A vakcinától közben. Még megvagyunk. Megvan mindenki. Még megvagyunk. Balázs mondta, hogy hajnalban elkezdte hallani a rádiót. Így valamelyik adót befogta. Igen. Az agyával. Meg, hogy valami orosz szövegek mennek. De ez csak amiatt van, mert még nem fette le a cucc bennünk a teljes sávszélességet. Érted, mert... ki tudja, lehet holnap után Balázs felhív telefonon, elkezdünk beszélgetni, és aztán rájövünk, hogy mindketten az irodába hagytuk a mobilt. Nem, most már tudjátok, Balázst beoltották, most már ő a Winter Soldier, csak el kell mondani pár szót. Vlozsnyit, Agyin, Szem,
És akkor beindul, Balázs, azt szétverni. Képzeljétek el, a múltkor olvastam, hogy amikor a színészt meglátják az utcán, akkor próbálják aktiválni az emberek. Tudom, ezt én is olvastam. Mm. Ez kurva vicces lehet amúgy. Igen, vicces lehet. Én elolvastam ezt a cikket, érted? És eszembe jutott, hogy lehet, hogy kéne építeni egy ilyen atombunkert. Na, komolyan? Ah, soha többet nem jönni kell. De mondjuk ez a vicces lehet. Ezt én is olvastam. Én így biztos ő is élvezi. Hát jó. Képzelni. Jó, de akkor is vicces. Az 50 ezrediknél még röhögött. Utána meg majd őt is viszik a börtön, amikor kiüt valakit. Jó, biztos, eleinte biztos nevetett ő is. Aztán már annyira nem. De mindegy is. Úgyhogy ez van. Úgyhogy én is most már tudom olvasni a Cirilt. Ennyi. Minden rendben van. Nincsenek mellékhatások. De mondom, tehát enyhe mellékhatások, vagy enyhébb mellékhatások Balázsnál voltak. Mondom, azt mondják, akik Sputnikkal voltak oltva, hogy az, hogy estére belázasodnak, és reggelre elmúlik, az még úgy benne van. Ja, simán. De egy napnál nem nagyon tartott, ilyen egy-másfél napnál tovább senkinél. Ez a dolog, de mondom, ez ugyanúgy, mint ahogy a gyerekeknél is van, amelyik így reagál az oltásra, van, amelyik úgy. Igen. Úgyhogy... Ja, igen, az utolsó nagyon fontos dolog, nem fáj. Nyugi, nem fáj. Ennyi. Úristen, nézd be, és te... Fájni fog. Mit csinál? Az ezek szúrnak tűve? Nem. De így mi a fasz? Ugye ezt sokan mondták, hogy ennyire fog fájni. Nem tudom, hogy a többi oltás az hogy néz ki, mármint így tűgyileg, de például a Sputnik annyira vékony a tű, hogy nem is érzed. Én nem éreztem szart se belőle, de mondjuk ennek több oka is lehet. Elég érdekesen állok a fájdalommal. De nem mondanám, hogy hatalmas nagy. Ja, de tök jó. Fájdalmak vannak, én szinte abszolút nem éreztem. De, ja igen, utolsó dolog, mert ugye ezeket is közölni kell. Na? De beadják. Be? Nem be. Csak a kupakot rakják oda? Nem, így néztem. Nézted? Bennem, belement. Hát, hogy nem már, érted? Hát? Mert már hallottam olyat, hogy mondták, hogy a kínai vakcinát kapott, hogy annyira nem éreztem semmit, és szerintem be se adták. Istenem. Hát miért nem nézted meg, hülye? Istenem. Na mindegy, úgyhogy... Ugye, igen, egyébként teljesen jogos, amit írtok, hogy ezek tulajdonképpen nem mellékhatások. Ez csak a reakciózoltásra. Hát hogy a fenében? Valami reakció az tök jó, hogy van a szervezettől. Azért adják be amúgy, hogy legyen. Igen, igen. Ez a gyengeségérzés is teljesen normális. Főleg izületeknél, ilyen könnyék, térdizületnél, amikor ha éreztek ilyen kis bigyulát, az úgy teljesen normális. Az lenne a fura, semmit nem éreznétek, mert ugye muszáj érezzétek, hogy az egy módrendszer választ ad arra, hogy beléd frecskeltek valami genyót. Igen. Majd a happy hour után letesztelem Pisti, hogy megy-e valami NFC chip, hogy ültettek-e bele. Hát hőkamerával megnézzük. Valahol pörög-e benne a chip. Nem? Srácok, most ha tényleg amúgy a vírustagadók, meg ezek a vakcina ellenes emberek, most ássák már ebbe a ukrat. Ne, Jani, ne. Nem, most komolyan... nem, majd meglátod, letesztelsz. Majd lehet, hogy van benne chip amúgy. Majd elhúzod így a balvállam alatt, így a telefon, gecsi, ez bejön a Lada reklám. Azt majd akkor pislogsz, hogy hopp-hopp! Hogy vigyázz, bizony. Vigyázz! De amúgy nem, orosz szavakra jön elő a chip. Csak. Bizonyos, bújik az izom alól. Van egy ilyen szólánc, amit el kell mondani, és akkor így megjelenik. Tidi. Igen. És olyan furcsa érzés, nincs éjszaka, hogy mintha valami kijönne a seggedből? Antenna? Ja, antenna. Nincs még. Még nincs. Bár azt mondják, hogy elég mélyen haszom. Akkor nem érzed, hogy kicsúsztan a Lada féltengely. Istenem. De a tuning verzió. Na, úgyhogy erről ennyit, így mint élmény megosztás. Én nyilvánvalóan látom azt, hogy a sajtóban nagyon sok ilyen tévés személyiség, meg énekes, meg ilyenek, ugye tolják a megosztást a social platformokon, és akkor utána ugye megosztja őket a sajtó, stb., hogy ezzel ösztönözzék az embereket. Őszintén nekem nem ez a célom vele, nem ezért mondtam nektek, hogy most azonnal mindenki menjen Sputnikkal oltatni, vagy aki nem, az egy köcsög, tehát szó sincs erről. Csak meg akartam osztani a tapasztalatokat, hogy tudjátok, hogy nagyjából miről van szó. Ja, nekem nem volt ilyen mögötte szándékom, hogy bárkit rábeszéljek erre, továbbra is azt mondom, hogy mindenkinek a saját döntése ez. Ja, ettől függetlenül. És továbbra is azt mondom, hogy ha az észszerűség pislákol mögötte, akkor meg kell érteni, hogy valaki megy, vagy nem megy. Ha igen. Nem, akkor mész a picsába. Ha nincs mögötte észszerűség. Ja, persze. De rengetegen voltak, és azon az oltóponton, ami voltunk, csak így a mikorosztályunk volt.
négy tömegével. Mm. Úgyhogy ezzel kapcsolatban ennyi. Ennyit erről, igen. Remélem, hogy tényleg halad majd ez a helyzet előre, minél több ember beleszóltva, és akkor faszább lesz. Igen. Igen, igen, igen. Legalábbis reméljük. Most azt mondták, hogy elméletileg holnap, holnapra lehet elérik a 3 millió oltottatatat, és akkor megint lesz valami enyhítő. Igen, sorra, szép lassan. Vagy valami ilyesmit hallottam. Szép. Igen, azt nem igen, tudom, igen. Hogy volt már szó arról, srácok, hogy mire vonatkozna ez? Én annyit tudok, de ezek még csak pletykák szerintem, hogy április végére tervezik, hogy megnyitják a teraszokat. Uh-huh. Tehát az ilyen, olyan helyeken, ahol van kiülős hely, tehát nem a beltéri, hanem kiülős hely, azokat megnyithatnak. Uh-huh. Ennyit tudok. Aha. Ha meglátjuk, hogy 3 vagy 3,5, ugye ez csak mind spekuláció, az is, hogy kinyitnak a teraszok, de gyanús, hogy ez lesz a következő. Igen. Na ott abban. Hát ez ilyen. Igen, hát na. Várjál, meg kell indokolni. Igen. Megvan. Szemi, én nem akarok neked hülyeséget mondani, de ez a fél évente újra kell oltani dolog, ez akkor volt, amikor fél éve volt vírus, mármint vakcina. Valahogy úgy, igen. És azt tudták akkoriban, hogy fél évig biztos, hogy jó. Igen. Én nem tudom, hogy azóta változott ez a dolog. Én nem gondolnám, hogy fél évente feltétlen kell. Tehát ez majd szerintem az idő fogja meghatározni. De tényleg én nem tudok olyanról, hogy most fél év múlva megint menned kéne oltásra. Nálam még mindig az információ van meg. Igen? De annyit tudunk, hogy az oltási igazolványon, ami van, amit mi még nem kaptunk, azok, akik elkapták a koronavírust és kigyógyultak belőle, azok olyat kapnak, amin van lejárati dátum. Akik oltást kapnak, azon nincs. Így van. Igen, igen. Mondom, Grikó, én nekem egyik haverom már megkapta a második kört az oltásból, ő kapott oltás igazolványt, és azon csak az első oltás dátuma van így rajta. Van. Nincs lejárati dátum. Igen. Az antitesteses embereknél ott van. Ott van, így van. És igazság szerint az a lényeg, hogy oké, hogy rajta van az első oltás dátuma, de a QR kód alapján be tudják olvasni, hogy mikor kapta azóta oltást. Igen. Úgyhogy nem tudom, azzal kapcsolatban, hogy mihez fog kelleni ez a igazolvány, vagy nem, ez még mindig teljesen tiszta. Pletykák vannak most a mozival kapcsolatban, a stadionokkal kapcsolatban, a szállodákkal kapcsolatban, majd ha lesz. Igen. Azt most így hirtelen nem jut eszembe más, de biztos lesz. Hát a repülőtársaságoknál is biztos. Ja, ne. Utazáshoz biztos, hogy kell. Ja. Most felejtsen mindenki, hogy nem. Utazás külföldre, az nem is kérdés. Az nem is kérdés. Hát a németek bezártak már mikor? Mondták, hogy anélkül, a szar nélkül, sehova. Úgyhogy ez van. Szerintem, de őszintén, az, hogy az étterem teraszokon lesz ilyesmi, nem tudom, fogalmam sincs. Meglátjuk. De amúgy jól lenne tényleg, hogyha tovább nyitna így szépen lassan az ország. Hát, meglátjuk. Igen. Próbálok gondolkozni, hogy van-e valami kérdés, ami most így felmerül. Nem tudom. Nem. Hogy mi lesz a 18 év alattiakkal? Nem tudom, azt olvastam a múltkor, hogy már most beszélnek róla. Ja. Hogy 12 év fölött. Igen, ez nem tudom. Akarnának, vagy lenne lehetőség, mert nem az, hogy akarnának, vagy lenne lehetőség arra. Nem tudom, én azt mondom, hogy Izraelben 14 vagy 16 év fölött oltottak, az az utolsó korosztály. Nem tudom, de valamit olvastam. Azt hiszem, ott úgy volt. De azt tudom, hogy fejlesztik egyébként a gyerekeknek. 16 plusz a Pfizer. Hogy merném-e oltani a gyerkőcöt? Nem. Ezzel nem. Nem. De ő jól el van otthon. Tehát így nem szokott menni kirándulni, meg ilyenek. Olyan nagyon gyakran. Nem kerekedik útnak. Még úgy. Ott van a szobában. Igen. Szóval fejlesztik a gyerekeknek való vakcinát. Azt arról én is hallottam.
Tehát az ilyen 10 év alatt is akár be lehet adni. Majd. Hát meglátjuk. Meglátjuk, hogy hogy lesz. De igen, a Pfizer az 16 pluszos, igen, mert Izraelbe addig oltottak. Én is ezt tudtam. Uh-huh. Akkor annyi, hogy valahol, nem tudom, valahol olvastam valamit, hogy van valami, ami, hogy van most egy kezdeményezés arra, hogy elvileg a 12 év felettieket akarják oltogatni, de erre, hogy ebben mikor lesz valami, azt ja, most igényelték meg, hogy 12 plusz fele, tehát hogy ott is ilyen, lehet. Aha. Uh-huh. Na, értem. Hát majd meglátjuk. Értem. Azt ugye, akik állapotosak és vagy terhesek, ki hogy hívja, mert hallottam már, hogy a terhes a sértő. 3 hónapos terhesség után lehet, ha jól tudom, azokat oltották be, előtte nem ajánlatos. Most tudom, hogy nekik a Pfizert adják, meg a Modernát talán. De miért? Nem tudom, de ezt a kell. De mi az oka? Nem tudom. Az a baj, a Pfizer is, meg a Moderna is olyan technológiát használ, ami ilyen, ilyen teljesen, hogy nem nagyon értem, hogy mi a logika benne. Hogy miért azzal. Passz. Tényleg nem és tudom. És valószínűleg, amit ugye az elején is mondtam, azért mert. Tehát senki nem fogja elmondani neked, hogy miért. Valószínű. úgy ez ilyen, csak a Pfizer, mert az amerikai az jó. Nem tudom. Gyakorlatilag minden szar, ami amerikai. Ennyit tudunk. Ja, jó, hát... Tehát még szerintük is. Az mRNA-s miatt, de miért pont azt? Nem tudom, tehát az a, ezt én sem tudom az a baj, hogy nem tudunk se rosszat, se jót mondani, fogalmam nincs, hogy miért. Lehet, hogy nem terheli meg úgy a szervezetet, azt lehet. Mondjuk, az autoimmun betegségben szenvedőknek is a Pfizer-t adják, pont az, emiatt. Az lehet, hogy amiatt van. Az lehet, hogy amiatt van. Simán lehet, hogy ez az oka, mert ugye akinek, nekem van ismerősöm, akinek autoimmun betegség miatt csak a Pfizert lehet beadni, vagy meg a Modern? Én nem tudom, mert az a fura, hogy én is ismerek olyan embert, nem is túl távoli ismerősöm, aki Pfizert kapott, és 2 napig volt olyan gatyán, ja, mint a kurva élet. De ez az is lehet, hogy egyszerűen azért, mert kurva erős az immunrendszer, és akkor ilyen nagyon erős választ adott. Uh-huh. Fogalmam sincs. Én mondom, én nem tudok ilyen információkat, én nem hallottam ezeket a dolgokat, de mondom, biztos rossz helyen olvasom. Tehát ez se, hogy a terheseket Pfizerrel oltják, meg tehát én ezekről nem tudok semmit. Uh-huh. Hogy ez... Az okát nem tudjuk. De mondom, én egyáltalán nem is olvastam ezeket a dolgokat, meg nem is... Tehát kerestem én is az okát annak, hogy miért pozícionálnak máshogy. Uh-huh. A cuccot, tehát például itt van, na tessék, ez a legjobb állítás, ez az időseket is Pfizer-ről oltják. Tényleg? Hát nem. Gyakorlatilag nagymamámék és környékét, egy egész lakótelepi részt konkrétan kínaiból oltottak be mindenkit 70 fölött. Így van, igen, igen. Hogy így, what? Ami miatt egyébként sokan kritizálják is a kormányt, hogy ezt így engedi, de igen. Igen, de ez megint, tehát, és a kommunikáció. Mert? Mármint hogy? Mert miért? Mert még Kínába se engedték, hogy időseket oltsanak be. Mert hát nem tudjuk, csak mondom, hogy tehát, miért ott engedték. Mert ugye ez a baj, ez is kamu. Ugye Kína azt mondta, a kínai állam azt mondta, hogy 70%-et a kínai országoknak első országok vásárolták meg, és most az a nagy problémájuk, hogy nem jut a harmadik országoknak oltás. Uh-huh. Nyilván azért vették meg, mert mindenki hülye. És már nem lehet vele oltani, mert veszélyes. Érted? Az a baj, hogy ez mind olyan, hogy valaki megírt. De ki? Én meg minek? Tehát ez annyi ilyen téves információ van, hogy én már nem is merek olvasgatni ezután. Uh-huh. Hogy nem tudok eligazodni rajta, és ez is gondoltam, hogy elmondom, hogy senki nem halt meg tőle, mert mondom, nincs semmilyen jellegű alapja. Nulla alapja van. És mégis elhiszik az emberek. Na, mi van? Az is, hogy most tegnap kínai mondta, hogy szar a vakcináljuk. Nem. Nincs ilyen. Ez is meg lett írva valahol. Na kész. Tehát valami oka biztos, hogy van. Valaki ezt nyilatkozta. Ki? Tehát nem tudom, ki az. Na ez az, hogy nem tudjuk, ki az az ember. Nem tudjuk, hogy valójában kicsoda. Na jó, de akkor ennyire semmit se higgyünk el, amit megír bárki. És tehát, hogy így meg nem lehet. Így még nem lehet tájékozódni. De az a baj, hogy a vírusról nem is tud semmit senki. Na, hát de ez nem igaz. Nagyon sok mindent tudnak a vírusról. Hát az, hogy senki nem tud semmit, az nem igaz. A vírusról magáról, arról igen, de az, hogy a vakcináknak milyen hatása lesz, vagy hogy az hát emberek el tudják dönteni, hogy melyiket kérjék, még azzal kapcsolatban sincs egyértelmű információ, ezért mondtam azt, hogy
sorozatba kérdezve a házi orvosokat, uh-huh. más mond mindegyik. Persze, ez tény. És azt, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, én a, ez a legjobb, nekem ez kell, vagy az a legjobb, nekem uh-huh. az kell, vagy azt nem akarom, azt valamelyik házi orvos mondta. Akinek más a véleménye, mint a 30 kilométeren belül lévő házi orvosok nagy részének. Már ez benne van. Sajnos azt tényleg nem tudja senki, hogy a vakcinák hogyan... A hosszú távú hatása milyen lesz, vagy hogy hogyan működnek? De az a baj, hogy hogy a faszomba tájékozódsz, bazd meg? Tehát én, engem ez szétbasz. Hogy tájékozódsz a vakcináról az alapján, amit megír az Index? Na most komolyan? Hát, azért, mert ők azt írták, hogy ettől a vakcinát a baj lesz, az úgy van. Hát nem feltétlen. Attól függ, hogy mi a forrás, tényleg. Hát az forrás az van mindig. Sokan nem úgy rá szoktak nyomni. Nem szoktak, az baj. Egyébként, hogy mi a forrás. Nem, ez gáz. Ez gáz. Nekem ez a bajom, hogy gáz. Hogy miért nem jön elő, és ez a bajom, hogy amikor, mondom, és ez idegesít fel, hogy amikor a házi orvos azt mondja, hogy mi van, hogy ő, akkor miért nem beszél ő a tévébe? Vagy miért nem ő mondja, hogy mi van? Miért az Index írja meg, vagy az Origo, vagy bármelyik? Hát, ja. Az a bajom, hogy a tudósok is megosztóak. Tehát így. Attól függ, mondom, melyik szervezet, de, hogy de vizsgálja baszki, meg. Az a baj, kiütést kapok ettől. Bazeg, YouTube videó volt arról, hogy a nőt beoltják Pfizer, és leesik a székről. Ja, persze. Érted? 3 héttel később kiderült, vagy 2 héttel később, hogy tűfóbiás volt, azt azért álljult el. Hányan fölcsöktek, bazmeg, hogy gyilkol a Pfizer? Ugyanúgy, mint most, hogy az a legjobb. Nincsen alapja. Semmilyen alapja. Ez a baj. Nincs. Nyilván van egy alapja, amiről tudnak azok, akik tudnak, de tőlük nem olvasol soha. Igen. Most olvastam ma reggel, segítsetek, hogy az AstraZeneca-nál ott elbocsátották a félbandát, mert kiderült, hogy egy oltást 3-szor adtak el. Például. De ezt is így olvastam. Mm. Mert hogy ez is biznisz. Ugyanúgy. Nem tudom. Tehát ugye a Pfizer ugye a leghíresebb gyógyszergyártó cég a világon. Miért? Mert kifejlesztettek egy gyógyszert, amit a világon mindenhol ismernek. Melyiket? A Viagrát. Hát egyet. Ez a trademark. Igen. Az működik. Szóval? Egy. Akkor működik. Hát hogyne, tapasztaltak. De ugyanígy. Tehát mondom még egyszer. Az a lényeg, hogy ilyen következtetéseket vannak le. Elolvasol egy cikket arról, hogy hát a Sputnik vakcina az kibaszott jó. És akkor így elmesélik a történetet az 1940-es évektől kezdve, hogy hogy fejlődött az orosz gyógyszeripar. Tehát akkor most nem lett szar. Jó. Akkor megírják, hogy a kínai vakcina az nagyon-nagyon jó, és akkor így elmondanak róla, hogy az elmúlt 100 évben, és akkor az a vége az egésznek, hogy meg amúgy is ugye a kínai orvosságok évszázadok óta a leghatékonyabbak. Ugye a kínai gyógyításról hallott. Hát az... Magellán, meg minden. És akkor így... Jó. És akkor ezeket olvasod, és akkor így ez alapján te így eldöntöd, hogy... Szerintem. Hát nem. És mindenki hülye. Engem megmondom őszintén az zavar, amik ugye tények, az, hogy melyik vakcina hány százalékosan véd. Ezek tények lennének, de ezek se azok, mert mondom, különböző laboratóriumok különböző eredményeket kapnak, és ezeket írják meg egyébként. De most viccen kívül, tehát pedig jó lenne tájékozódni. Mert egy ilyen védettségi szintje amúgy a vakcináknak elméletileg van, csak az, hogy lehet, hogy mondjuk körülményektől függ. Nem tudom. Csak furcsa, hogy különböző százalékokat ír, különböző források. Mindegy. Szóval összességében én így inkább afelé hajlok, hogy nem hinnék el semmit. Ezzel kapcsolatban. Ja, aha. Hát azért mondom, olyan, mint a vitaminok. Mert most azt mondom, hogy ennyi erővel ne higgyünk el semmit, az azért hülyeség, mert érted, most ugye azt mondják, hogy tankokban ultak Donyekszhez, az oda mész, az ott van. Jó, hát... Érted? Bazd hát, meg. Vagy felhívsz valakit ott, hogy menj, mert én meg az ablakon van, ott tank van. De nem az, hogy most érted, hogy most ezt honnan tudod, vagy mikor ilyen dolgokról dumálnak. Hát. Ugyanolyan, mint a politika. Ez az ember ezt mondta. Hogy tényleg? És amúgy nem. Én de hogy mondjam neked? Ezek mind vélemények. Olyan dolgokról beszélnek, ahol nem voltak ott, nem látták, csak így mondják. Uh-huh. Valahol olvassák, aztán ugye ferdül. És az úgy, hogy nem kell meglepődni. A külföldi podcastekben is nagyon gyakran van erről szó, hogy olyan méretű újságok, mint a Guardian, vagy a New York Times, vagy a Washington Post uh-huh. tényleg komment forrású, YouTube komment forrású cikkeket írnak meg telibe. Érted? Amin milliós megosztás van, meg minden, uh-huh. és felelősségre vonják őket, hogy az egész kamu, és rántanak egy vállat. Ha már egy fél éve volt. És így ennyi az egész.
Ennyi ez, ez ilyen van, ezt elhiszem, igen. Érted? És csak a feszültség szítás, meg csak a minden, ez működik. Ez működik. Na mindegy, azt, arról, tehát ilyen, ilyen hogy is mondjam, irány, irányvonalak vannak az oltásokkal kapcsolatban, tehát mondják azt, hogy mit tudom én, a Pfizerrel nagyobb százalékban vagy védett elméletileg a vírus ellen, mint, a, mint mondjuk a kínai vakcinával szemben, meg azt hiszem a nyilvánosságra hozták ennek a Johnson & Johnsonnak az egykörös vakcinának, hogy valami 50 az valahány valami, százalékos igen, elég alacsony. Védettséged van, meg itt tudom én, de az a baj, ez se számít, mert az átlagembernek az számít, hogy a edzőterembe kell-e oltópapír vagy sem, mert ha kell, akkor megyünk. Sajnos ez így van. Igen. Úgyhogy ez ilyen. De mondom, millió példa volt erre, ne vegyétek, légy, ne vegyétek ténynek, amit az ilyen helyeken olvastok. Akárki írja meg. Akárki. Akárki. Hát ott van pontosan. Emlékeztek a PewDiePie-os botrányra, ha már YouTube? Hát... Hogy mennyi valóság alapja volt annak a cikknek? Úr, és lehozzák telibe, senkit nem érdekel. Senkit nem érdekel. És elolvasod, hogy hol voltam, hogy köcsög. Ennyi. Igen. Egy viccé vált alapvetően a sajtó, mint olyan. Egy viccé vált, mióta van, mióta van social media, azóta semmi jelentősége nincsen. És de ugyanez megy a fordítottjával. Ugyanez megy, hogy megírnak egy emberről egy cikket, hogy ez az ember, mit tudom én, felgyújtotta a fingját a Central Park közepén. Uh-huh. Mindenki elhiszi? És kiírja Twitterre aznap az ember, akiről szó van, hogy nem csinálta miért, nem hiszik el. Ha feltölt egy videót arról, hogy az adott ugye fingyújtási időpontban, érted, Kuala Lumpurban épített kutat a szegényeknek, nem hiszik el. Kamu, Photoshop, azt mondják a videóra. Nem fontos. Photoshop. Érted? Nem hiszik el. Photoshop. Ez működik. A like szám és a megosztás szám. Ez számít. Ez számít csak. És egyszerűen ez... Botrány, hogy milyen szinten működik ez. Hogyha utána olvastok az amerikai választásnak, hogy ott mit művelt a sajtó Amerikában, és hogy mennyi mindenről derült ki, hogy fullosra kamu. És ezek mind olyan újságok, amit nagyon sok ember meggyőződésből vásárol és olvas. Hát persze. Mert az a választott hírforrásod. És maga a tény, hogy nem lehet hinni ezeknek, elszomorító tényleg. Hmm. Hogy mert akkor honnan informálódjak? Igen, és ez egy nagyon jó kérdés. Valahonnan pedig kell informálódni. Hát megkérdeznék én bármilyen kibaszott okos embert, aki most megmondja, hogy mivel oltasd be magad, hogy honnan informálódj. Mert hogy így az, hogy megkérdezel az orvost, az így... Az nem segít. Mondom, úgy megoszlanak a vélemények nekik is, mint az állat. Igen. És így nem tudsz mit csinálni. Ez van. Van külön most egy ilyen nagyon érdekes beszélgetés volt például arról, hogy hány olyan dolog van, ami a social médiákba, adott országba nem kerül ki. Uh-huh. Tehát megírnák, de nem kerül ki. Mert így szólnak, hogy ne. Nem a megírás pillanatában, nem is a posztolás pillanatában, hanem utána eltűnik. Ha? Így. Azt mondja az adott social média, hogy ha? Eltűnt. Nem volt elég embernek ajánlva, vagy nem tudom, és így eltűnt, és kész. Ja, nagyon sokan játszanak ugye valóban a statisztikával, tehát nagyon szeretnek az emberek százalékot olvasni, meg 10-ből 7, meg 10-ből 6 emberrel ez történik, meg ilyenek. Ezáltal ugye nagyon könnyen bele lehet kergetni őket a dolgokba, de... Igen, ez nehéz amúgy tájékozódni. Ez tény. Igen. Csak az a baj, mondom, az a baj, hogy példa mindenre van. Mindenre van. Van olyan dolog, amit megosztottak, elhitték az emberek tájékozódás szinten. Megvan. 3 hét múlva, fél múlva, 1 év múlva kiderülik a uh-huh. De nem számít. Mert látod, ugyanúgy, amit holnap megírnak, az ugyanúgy elhiszik. Igen. Látod, ez a gond amúgy, Ende, amit te írsz, igen? Hogy amúgy vannak hiteles források, vannak. Ahol tudományos közleményeket tesznek de közé, senki csak senki nem érti. Igen. Nem az, hogy senki, de nagyon sok ember nem értené meg. Igen, a szövegezése szakmai. Olyan, annyira szakmai, meg amúgy is, tehát azok, ezek annyira a kis látogatási számú oldalak, uh-huh. hogy valami egészen elképesztő. Én is egy ilyen amerikai egyetemnek olvastam például a Sputnikról egy ilyen egész hosszú leírásuk volt, de az is egy olyan dolog, hogy nem is tudom, valamelyik gamer sajtó osztotta meg, hogy amúgy találtak egy ilyet. Tehát, hogy senkit nem érdekelt.
Hát, ja. Az sem. De vannak. Ilyen források nyilván vannak, hát valahonnan lett a vakcina is. De nem úgy volt az, hogy így előhúzták, hogy... Úgy itt van. Ja. Hát na, srácok, mindenki vigyázzon magára, ez tény. A hétvégén egyébként szembe jött velem egy videó, ami eléggé megrázó volt. Nem, megmondom, hogy nem láttam eddig a Duna, mindjárt mondom nektek, mert meg kell keressem, mert elfejtettem a városnak a nevét, de már is mondom. Egy kórházban csináltak egy riportot, Dunaszerdahelyi kórházban csináltak egy riportot a Covid osztályon, és én azt ajánlom azoknak, akik nem hisznek a Covid-ban, hogy nézzék meg azt a videót. Hát igen. Eléggé megrázó, ami ott történik, és aki még azok után sem hisz ebbe az egészbe, az tényleg ássa el magát. Én nem tudom, ennyit tudok mondani. Brutális az egész. Nem tudom, hogy láttátok ezt a videót, nagyon megrázó és nagyon elgondolkodható. Igen, mesélik, hogy itthon is elég durva a helyzet, így az intenzív osztályokon. Nagyon. Én is csak azt hallom, hogy folyton jönnek új betegek, folyton halnak meg. Elég durva. Igen. Elég durva a cucc. Nem, mondom, az a baj, hogy borzasztó lett a kommunikáció, és ez mind amiatt van, mert most már meg tudják tenni. Mert efelé haladtunk. Mert ez volt az irány, ezt akarták az emberek, hogy ez legyen, és most már a social médiában tájékozódik mindenki. Hát sajnos egyébként, pedig ez nem jó. És nem lehet mit kezdeni vele. Magával a ténnyel most már. Hogy ennyire kicsúszott az emberek kezéből az információ. Uh-huh. És gyakorlatilag a megfelelő eszközökkel fel lehet fújni akármit. Akármit. Fel lehet fújni akkor arra, hogy elhiggyék az emberek. Ja, persze. Hogy ez van. Mint annak idején, mert ez se egy újdonság, mint annak idején a rádióban. Amit a rádió bemondtak, az úgy volt. Az másfél és egyszer bemondták, hogy jöttek a marslakók, azt is elhitték sokan. Persze. Borzasztó helyzetek lehetnek egyébként a kórházakban, tényleg is. Hogyha nézek minket orvosok, akkor kitartást. Ja, az biztos. Mert, hát nem tudom, az alapján, a videó alapján is kiderül nekem, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen végtelen harc a lehetetlenért szinte. Igen. Aki már ott a Covid osztályon az intenzíven van, hát kitartás nekik, mert tényleg embert próbáló dolog. Igen. De maga az a kérdés, srácok, hogy de hogy hol máshol tájékozódjunk? Ez nem válasz arra. Tehát ez... Miért, hogyha nincs máshol, mit tájékozódok, akkor innen? Tehát ez ilyen nincs. Tehát ez ilyen nincsen. Tehát most oké, ott van, mondjuk, mit tudom én, a Szaharába kúszol, érted? Mm. És akkor ott van előtted egy liter benzin, de az azért, mert nincs itt víz, megiszom azt. Hát, jó lesz. Ez is folyik. Tehát ez szerintem nem... Ez szerintem nem válasz. Sajnos ez van. Biztos, hogy utána lehet járni ezennek a dolgoknak, de nem tudom. Engem már annyira bosszant. És tényleg, hogy ez a végtelen ellentétkeltés. Az a baj, hogy a sajtó nem segít, pedig tudna. Ja, persze. Tudna segíteni, valami és direkt nem. Igen. És direkt nem. Ja. Sok esetben nem. Direkt nem segítenek. Na mindegy, ez már nem fog így megváltozni. Meg az a baj, hogy ez az egész helyzet amiatt is van, nem csak a sajtó miatt van, hanem amiatt is van, mert amúgy tényleg elég buták az emberek, sok esetben. Jaj, hát Jani, hát ez, tehát ha nem lehetne csinálni, nem csinálnál. Igen. Azért ez a bocsánatos része a dolognak. Mm. Tehát, hogy azért csinálják, mert lehet. Ha senki se inni el, akkor nem olvasná senki őket, és eltűnnek a picsába. Igen. De hát sajnos lehet. Igen. Sajnos lehet. Na mindegy. Úgyhogy ennyit a tapasztalatokról, meg erről a fantasztikus helyzetről így hétfő reggelre, mert egy borzadály, ami itt folyik. Az. Délután, srácok, folytatni fogjuk a Stop the Zombie-t. Elméletek be is fogjuk fejezni, mert nincs mások a játékból, és hogyha annak vége, akkor megpróbáljuk befejezni a Star Wars Republic Commandót is. Ezen múlik nyilván az, hogy holnap délután mi lesz a stream, hogy ugye marad-e valamelyikből, nyilván a Max a Star Warsból maradhat, marad-e a Star Warsból, azt fogjuk folytatni holnap, vagy új játékot kezdünk holnap, vagy mi fog történni. Ott azért nincs, egyébként a menetrend többi része nagyjából világos. Nagyon fontos,
a holnap reggel nem lesz reggeli műsor. Igen. Csak délutáni stream. De mondom, ez is benne van a menetrendben, úgyhogy, úgyhogy figyeljetek oda rá. Nézzétek a menetrendet, vigyázzatok magatokra. Abszolút. Délután pedig jön Pisti. Kettővel. Kettővel. Így van. Na, szevasztok. Szevasztok.